Tisztelt nézők, centrumban az egészségügy és centrumban a Bajcsi. A Bajcsi, amelyet nagyon sokan igen jól ismernek, és a Bajcsi, amelytől nagyon sokan rengeteget várnak. Születnek emberek, új embertársaink a Bajcsiban, és adott esetben távoznak is az élő sorából, amikor annak eljön az ideje. A Bajcsi reménység és a Bajcsi lehetőség nagyon sokuk számára a Covid időszakban is. A Bajcsinak új főigazgatója van, és a főigazgató úr bemutatásával kezdjük ezt a beszélgetést, de kitérünk aztán a működésnek, illetve a terveknek jó néhány ágára, bogára is. Úgyhogy főigazgató úr, köszöntjük a stúdióban, és először is hát tulajdonképpen egy ilyen hangos névjegyet kérnénk öntől, hiszen bár ez valószínűleg hosszú lesz, hiszen rengeteg mindennel foglalkozott már az egészségügyben, nagyon jelentős vezetői pozíciókat töltött be, tehát ön hogyan summázza? Köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Rólam talán néhány főbb dolgot érdemes tudni. Alapvetően én gyermekorvosként kezdtem a pályafutásomat, mert 7 év gyermekorvosi praktizálást követően az egészségügyi menedzsment és az egészségügyi szervezés irányába vetődtem. Sok évet eltöltöttem a Semmelweis Egyetemen, Szegedi Tudományegyetemen, a irányítási területen, így az Állami Egészségügyi Ellátó Központban, és Bajcsi élére ennek már a megváltozott helyéről, az Országos Kórházi Főigazgatóságból érkeztem nagy örömmel, és kész vagyok arra, hogy belevágjunk abba, hogy amit ön is említett, hogy a Bajcsi, mint kórház, próbáljuk meg közelebb hozni az emberekhez, illetve azt a fajta ellátást, amit a Bajcsi képes nyújtani, és egyébként majdnem mindent képes nyújtani, ezt minél magasabb színvonalon biztosítsuk a betegek, az itt lakók számára. Egy olyan vezetői háttérrel, menedzsment irányítási háttérrel, mint amilyennel ön rendelkezik, egy kórházat milyen egységként szemléli, hogy látja? Hiszen adott esetben még sokkal nagyobb egységekkel is foglalkozott napi szinten. Igen, egy jó kérdés, hiszen a magyar egészségügyet, ha megnézzük, akkor nagyon sok típusú és egyébként nagyszámú egészségügyi intézmény van. Elég, ha csak az alapellátástól a legmagasabb szintű egyetemekig, országos intézetekig végigtekintünk. A Bajcsi ebben az új struktúrában egy városi kórháznak megfelelő intézményt képvisel, ami annyiban másabb, mint mondjuk a nagyobb intézmények, hogy a napi szintű problémák is a főigazgató asztalán kötnek ki, tehát a főigazgatónak kell megoldani azokat a napi szintű betegellátási és üzemeltetési problémákat, amit, ahogy az eddig mondjuk feljebbről néztem, ennek inkább az ellenőrzése jutott nekem, illetve kontrollja, ennek a végigkövetése. Most nincs hova hátrálni, ha probléma van, akkor azt úgy tűnik, hogy nekem és munkatársaimnak kell, ha nem is azonnal, de rövid időn belül megoldani. Ugye több mint egy éve végül is az egész ország, sőt az egész világ rendkívüli helyzetben van a koronavírus járvány miatt. Ez nyilvánvalóan a Bajcsira is vonatkozik sok minden szempontból, hiszen egyrészt az egészségügyi ellátásnak, másrészt pedig az új készülő egészségház szempontjából az oltó központoknak is része. Valójában az egyesztendő szakmai szempontból mit jelentett az önök életében? Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazt, mint a világon bárhol, vagyis a Covid ellátás az abszolút prioritást élvez mindennel szemben, illetve azon halasztható beavatkozásokkal szembe, amelyeknek a későbbi elvégzésével nem alakul ki semmilyen egészségkárosodás a betegeknél. Tehát ezek a beavatkozások most a Covid mögé kerülnek, hozzá kell, hogy tegyem, ahogy az egész világon, tehát ez nem Magyarországon van így. Mi nagyjából ugyanazon szabályok és prioritások alapján dolgozunk, mint bárhol Európában, bármelyik másik kórház. Fő prioritás az, hogy a hozzánk forduló akut betegeket és egyébként
COVID betegeket, megpróbáljuk minél magasabb színvonalon ellátni, és nyilvánvaló az erőforrásainkat úgy csoportosítani, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Nyilvánvaló, hogy nagy terhelés van mindenkin az egészségügyben, de úgy gondolom, hogy valamennyi kollégánk, mind az orvosok, mind pedig a szakdolgozók, mind pedig az őket támogatók maximális mértékben helytállnak. Ami a leterheltséget illeti, egészen szorosan megjelenik a Bajcsinál is, az, ami országosan megjelenik, tehát a hullámzás, a fertőzés számok, a kórházi ellátásnak az igénye, az intenzív ellátás igénye? Hát, ahogyha végigtekintünk az elmúlt egy éven, az első hullám, második hullám, harmadik hullám, ahol amit látunk az országban, ugyanazon a Bajcsiban is, tehát nem kivétel, se nem jobb, se nem rosszabb, ugyanazok a trendek vannak nálunk is, mint mindenhol az országban. Most a harmadik hullám folyamán, közepén ugyanúgy küzd mindenki, mint ahogy küzd valamennyi kórházban, és helytáll a COVID ellátásban minden dolgozónk. Az előző kérdésre, amit még feltett, hogy az egészségházszal kapcsolatban nem akarván megkerülni a kérdést, az egészségházban pedig szintén a járványhoz kapcsolódóan jelen pillanatban az oltópontjainkat működtetjük, hiszen ez a legfontosabb most, hogy valamennyi állampolgár mi hamarabb megkapja az oltást. Ezt mi maximálisan próbáljuk támogatni a magunk eszközeivel. Napi több mint 1000 beteg oltását végezzük, vagy legalább 1000 beteg oltását végezzük, és így a visszajelzésekből úgy érzékeljük, hogy ezt egész magas minőségben tesszük. Tulajdonképpen én mióta itt vagyok, azt hiszem, hogy az oltások kapcsán negatív visszajelzés nem is érkezett, kifejezetten pozitív a már átoltottak, illetve oltottaknak a visszajelzése a szervezettségről, a szervezésről és az egész oltópontnak a működéséről. Egyébként ugye akik az oltóponton megkapják a védőoltást, azok az országos rendszer szisztémája szerint érkeznek oda, ugye? Tehát megkapják az értesítést, hogy hova menjenek, mikor menjenek, és ez az önök számára a fogadókészséget jelenti, meg az adminisztrációt, ugye? Természetesen, hiszen ahogy a Bajcsi Kórház része a nagy magyar egészségügyi ellátórendszernek, így az oltópontunk is illeszkedik az országos oltópontrendszerhez, tehát itt a kormány által meghirdetett prioritások alapján kapjuk az oltandók névsorát, illetve jelentkeznek nálunk az oltásra a megfelelő korosztályhoz, illetve a megfelelő betegségekkel rendelkező oltandók. Tehát itt a kiválasztás úgymond az nem nálunk történik, hanem a meghatározott állami prioritási rendszerint. A mi feladatunk az, hogy a nagy oltópontonkon kialakított sok-sok oltóhelyen egy orvossal, egy szakdolgozóval és egy adminisztrációt támogató kollégával végezzük el a regisztrációt, a betegek kórelőzményének a felvételét, az oltást, majd a megfigyelési időszakot, illetve próbálunk minden olyan kérdésre válaszolni, amellyel az oltás előtt a betegeink, illetve az állampolgárok, mert itt azért ugye sok egészséges idős ember is van, akit oltunk, ők hozzánk fordulnak, és ezekre a kérdésekre azt gondolom, hogy kellő türelemmel és kellő időt rászánva tudunk őket megnyugtató módon válaszolni. Hát igen, egyébként meg kérdések vannak, gondolom, bőven, hiszen nemrég volt szerencsém beszélni egy házi orvossal, aki mondja, hogy amikor ő ugye a rendszerint fölhívja éppen oltásra soros embereket, akkor visszaköszönnek a legkülönbözőbb tévécsatornákon, internetes platformokon megjelenő információk, az emberek szeretnének tisztán látni, úgyhogy gondolom ebből önöknek is jut kellőképpen. Ez biztos, hogy a 21. század az nem annak a kommunikációs eszközei mások, mint mondjuk a 20. vagy a 19. században. Ilyen szempontból talán azt lehet mondani, hogy nehéz dolgunk van nekünk is, és a szakembereknek is nehéz dolga van, mert sokszor valóban a betegek olyan légből kapott
tévinformációkat próbálnak validálni, amelyet, hogyha egymás szemébe nézünk mélyen, akkor mindenki a fejét fogja, hogy honnan jutott ilyen információ. De hát sajnos, amivel küzdünk Magyarországon, küzdenek a világon is sokfelé a szakmai szervezetek, illetve az egészségügyi kormányzatok irányítói, azokkal a különböző tévhírekkel, amelyeket nyilvánvaló, hogy mindenki cáfol, de azért azt tudni kell, hogy óriási energiát vesz el tulajdonképpen az ellátástól az, hogy ezt a sok különböző közösségi médiában terjedő rémhíreket próbáljuk meg egyesével a betegeknek mi is cáfolni. Főigazgató úr, ön egy működő egészségügyi intézménybe érkezett a maga eredményeivel, lehetőségeivel, gondjaival. Ilyenkor egy főigazgató, ha szabad kérnem, avasson be a kulisszatitkokba, hogy kezd el gondolkodni egyáltalán a feladatról? Tekintettel arra, hogy én most közel 5 hete, tehát ilyen február 2. felében érkeztem a kórházban, és úgymond szerencsétlenségemre, de pont a Covid járvány közepén, tehát így klasszikus módon, amit csinált volna az ember, arra nem nagyon volt lehetőség, hiszen a járványnak megfelelő vezetői tevékenység azért kitölti az ember életének legalább a 2/3, de alapvetően abban az 1/3 próbálom azt, amit egyébként csináltam volna megvalósítani. Először is nyilván tájékozódni, megismerni azokat az orvoskollegákat, szakmai műhelyeket, amelyeket részben eddig is ismertem már, hiszen a korábbi tevékenységem során is a Bajcsi Kórházzal több munkajellegű kapcsolatom is volt, tehát ilyen szempontból nem újdonság a Bajcsi, de olyan szinten, ami szinten egy vezetőnek ismerni kell, az biztos, hogy nagyon sok új információt és új ismerettséget jelent. Tehát az első legfontosabb a megismerés, és ez mind a tevékenység, mind pedig a személyeknek a megismerésére vonatkozik. A második lépésben nyilvánvaló, hogy az akut teendőket próbáljuk ellátni, tehát folyamatosan a működés biztonságát fenntartani. És a harmadik tevékenység pedig, hogy azokat az ötleteket, amelyekkel a tarsolyomban érkeztem, ennek az alapjait azért már most próbáljuk lerakni, hiszen azért én mindig optimista ember voltam, és úgy gondolom, hogy azért egyszer a közös erővel, de a Covid járvány végére fogunk érni, és onnantól pedig nagyon sok olyan ötlet, javaslat van. Egyébként a kórház dolgozói között is, illetve amiket én is hoztam magammal, amivel az ellátásnak a minőségét még jobban tudjuk javítani, és még több mindent tud a kórház a beteg emberek javára is fordítani, illetve az egészséges, és reméljük, hogy majd nem beteg emberek számára is megelőzésben és egyéb beteg információban támogatva azt, hogy igazából a betegségek száma az próbáljon megcsökkenni. Úgyhogy ötletek vannak, ezeknek az alapjait próbáljuk most abban a néhány órában, amikor éppen nem az akut teendők viszik el az időnket foglalkozni. Mindennek, illetve mind annak, amit majd csinálni akarnak, nagyon sok szempontból alapja a pénz evidens módon, és az egészségügyben, kórházi szinten is ez egy igazán nagy kihívás. Ráadásul ugye most változott az egész kórházi ellátásnak a rendszere. Anyagi szempontból, tehát finanszírozás szempontjából vannak-e lényeges változások? Hát egyelőre az eddigi, illetve hát a mindenki által ismert finanszírozás szerint működik a kórház a járvány alatt. Azután, tehát most egy stabil működéssel működik a Bajcsi Kórház is. Hát a jövőbe tekintve azt gondolom, hogy majd a járvány vége felé látszódnak azok a konkrétumok, amelyekből ezekre a kérdésekre már tényleg konkrétan tudunk válaszolni. Ön ugye az Egészséges Budapestért programnak a vezetőjeként is tevékenykedett. Milyen perspektívát lát, főleg mondjuk a fővárosi kórházak, ezen belül a Bajcsi és hálózata szempontjából?
Hát az elmúlt években, illetve a jelenleg ismert tényezők alapján és a budapesti ellátás, illetve tehát az Egészséges Budapest programhoz elkezdett korábbi ellátás az óriási perspektívák előtt áll, tehát minden héten szinte hallani egy-egy megújuló vagy megújulásnak induló kórház részterületet. Ebből a Bajcsi sem kivétel, tehát itt is nagyon komoly fejlesztéseket tervezünk, illetve az Egészséges Budapest tervez a Bajcsival. Úgyhogy amit említettem, hogy várjuk, hogy vége legyen a járványnak, hogy azt a nagy ívet, amit szeretnénk a Bajcsival elérni, az minél hamarabb elindulhasson és megvalósulhasson. Nyilván egyik lépése már a szakrendelő, amely már működik, és a járvány után pedig még inkább működni fog. Ennek az alapjait próbáljuk lerakni, illetve az apró munka van előttünk, amivel bízunk abban, hogy hónapok múlva végezni fogunk. Tehát az új egészségház, ahogy ha úgy tetszik, a köznyelv emlegeti a Bajcsi területén épült új létesítményt, az végül is ugrásra kész, és abban az esetben, hogyha a COVID-hoz kapcsolódó feladatoknak vége lesz, akkor föl lehet avatni, akár ünnepélyesen. Hát ebben bízunk mi is, hogy mi hamarabb a folyamat a végére ér, és hogy a betegek, akik most már jönnek folyamatosan az egészségházba, és látják, és óriási megelégedettség van bennük, mert egyszerűen jó ott lenni. Furcsa ezt mondani, mert egy egészségügyi intézményben úgymond nem jó lenni, de ebben az egészségházban mégis azok a visszajelzések, hogy jó lenni, jó ott egészségügyi ellátást kapni. Ezt megfelelően adaptálódva a COVID-járványhoz fogjuk alakítani. Tehát bízva az, hogy előbb-utóbb az oltások is eljutnak arra a pontra, hogy mindenki megkapja, és bízunk benne, hogy egyszer följön a nap. Remélhetőleg. Önről azt lehet tudni a szakmai előéletéből, hogy akár a Semmelweis stratégiai főigazgatójaként, már az egyetem Semmelweis stratégiai főigazgatójaként, akár más feladatai között az informatika az egy fontos terület volt, amellyel foglalkozott. Itt mit lát? Itt egyelőre egy stabilan működő informatikai rendszert látok, aminek nyilván nagy támasza az országos rendszer, amiben ma már ugye mindenki elérheti saját betegadatait, saját diagnosztikus, illetve terápiás beavatkozásoknak a leíratát, összefoglalóját, tehát ez stabilan működik. De nyilván a 21. század arról szól, hogy amit ma megcsináltam, az holnap már elavult. Tehát az informatikában lehet nyitni. Megint, ha már előre tudunk nézni, akkor az informatikában lévén, hogy valóban az előéletemben azért sok ilyen egészségügyi informatikai tárgyú tapasztalat, tudás halmozódott föl, ezt próbálom a kórház oldalán is hasznosítani. És nem csak olyan módon, hogy az ott dolgozók tudják ezt élvezni, hanem remélem, hogy olyan projekteket is sikerül majd elindítanunk, amiben már a betegeink is látják azt, hogy az informatika az mennyiben képes támogatni és segíteni az ő gyógyulásukat, illetve nem csak a gyógyulásukat, hanem az egészségügyi rendszerrel, vagyis a kórházzal, szakrendelővel történő kapcsolat kialakítását is. Itt most csepegtetett egy kis mézet a madzagra, a páciensi madzagra. Egy-két példát mondjam már erről a területről. Hát nézze, és akkor ez kicsit mondjuk a Bajcsitól elmozdulva inkább a saját életemből hozva a példákat, hogy a telemedicina, a távgyógyászat az mostan eljutott már egy olyan szintre, amit egyébként ugye a COVID-járvány fel is gyorsított. Tehát ugye például csak megemlítem, hogy a gyógyszerkiváltás, ugye ez például ugye a COVID alatt már úgy működhet, hogy a betegnek nem kell az orvos, tehát házi orvoshoz elmenni, hanem elektronikus úton mozog a recept. De pont a COVID kapcsán lehetővé váltak már olyan távgyógyászati, tehát telemedicina
eljárásoknak az alkalmazása, ahogy az orvos és a beteg nem közvetlenül találkozik egymással. Tehát ezeknek a kialakítása akár a kórházjáró betegellátás, alapellátás szintjén is egy olyan kommunikációs csatorna, illetve konzultánsi segítséget tud biztosítani, amely a betegek utaztatása nélkül a tudás mozgatásával tudja egy magasabb szintre helyezni a betegek ellátásának a szintjét. Konkrét projekteket inkább azért nem tudok megmondani, mert most tartunk ott, hogy egyáltalában a rendelkezésre álló erőforrásokat, magyarán mondva hadsereget próbáljuk megszámolni, hogy mennyien vagyunk és mivel rendelkezünk, és a következő lesz majd, hogy milyen irányba tudunk lépni. De itt is ötletek vannak, mindenképpen olyan ötletek irányába szeretnénk vinni, ahol részben a betegellátásnak a minőségét, illetve a betegeknek a komfortérzetét, a tájékozottságát próbáljuk meg növelni. Nagyon sok információ érhető el ma az interneten, ezt mindannyian tudjuk, ha leülünk egy gép elé, beütünk bármilyen szót, több ezer találat lesz. Nyilván én, kollégáim, mi el tudunk igazodni ebben, de az egyszerű laikustól, tehát aki nem az egészségügyben dolgozik, nyilvánvaló nem várható el, hogy ebben az információ erdőben el tudjon igazodni. Tehát próbálunk abban is majd segíteni, hogy ezt a fajta eligazodást támogassuk avval, hogy melyek azok az ellenőrzöttebb tartalmak, amit mondjuk a kórház javasol, vagy mi javasolunk elérni. Tehát itt a beteg edukáció, az egészségnevelésnek is egy olyan szintjére törekszünk, ahol a beteg azt az információt olvassa el, ami tényleg valid, tényleg érvényes információ, és ezzel tudja támogatni az orvosoknak azt a gyógyító tevékenységét, hogy kvázi felkészül bizonyos szempontból, és kérdéseket fogalmaz meg az orvos felé, de a tájékozottsági szintje az már jóval magasabbra tud jutni a mostaninál. Az előbb említette, hogy ebből a szempontból fölmérik, hogy hogy állnak, milyen erőforrásokkal rendelkeznek. Egyébként hogy állnak? Tehát személyzettel, orvosokkal, egészségügyi személyzettel? Alapvetően a Bajcsi jól áll, így áttekintve mondjuk így tényleg 5 hét alapján azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátásban egy nagyon erős csapata van a Bajcsinak. Tulajdonképpen majdnem minden szakterületet lefed, egy-két hiányzó olyan szakterület van, ami Budapesten is központosítottan és centralizáltan működik, és nem is lehet, hogy itt a Bajcsiba legyen, hiszen egy egészségügyi ellátórendszer az pont úgy épül fel, hogy mindent a maga szintjén kell végezni. Tehát ebből a szempontból különösebb bővítést nem is tervezünk, hiszen így ez egy csúnya szóval mondva egy nagyon szép és hasznos portfóliója van a Bajcsi Kórháznak. Hát nézze, humán erőforrásban mindig jobb, ha minél többen dolgozunk, tehát mi nyitottak vagyunk mindenkire, aki esetleg a Bajcsiba szeretne jönni. A Bajcsi egy jó hely, egy jó kórház, és még jobb lesz. Úgyhogy mi örömmel várunk mindig szakdolgozót, de jelen pillanatban is egy stabil bajcsis szakdolgozói és orvos állományán rendelkezünk, akik jelen pillanatban a betegeket ellátják. A napokban jelent meg egy hír arról, hogy adott esetben pont a jelenlegi helyzetre, járványügyi helyzetre tekintettel a házi orvosok segítségét is igénybe veszik adott esetben kórházak és egészségügyi intézmények. És ennek kapcsán általában is kérdezem, hogy a házi orvosi hálózattal egyébként milyen együttműködés lehetséges, hiszen ilyen szempontból ők önkormányzatok, hatáskörbe tartoznak. Való igaz, hogy az alapellátás, tehát ez mind a házi, tehát a házi orvosi, házi gyerekorvosi alapellátás az az önkormányzatok feladatkörébe tartozik, de hogyha a betegellátás hierarchiáját nézzük, akkor az alapellátás után nyilván a járóbeteg szakellátás, ezután pedig a fekvőbeteg szakellátás van, és ez egy olyan piramis, ahol részben egymásra is vagyunk utalva, részben pedig a betegek mozgásait tekintjük, akkor az alapellátásból ugye egyre feljebb jut a beteg, nyilván egyre kisebb százalékban, tehát az alapellátás az, ahol minden beteg megfordul, vagy meg tud fordulni, ha egészségügyi ellátást igényel.
de már kevesebb beteg megy a járóba, és nyilván még kevesebb a fekvőbe, de az alapellátásban dolgozó házi orvos kollégákkal ugyanúgy egymásra vagyunk utalva, hiszen az ő rendszeresen gondozott betegeiket látja el a kórház, és a beteg, aki visszamegy, azt ugyanúgy a házi orvos kollega fogja gondozni és a további ellátását végezni, vagy hát közte a járó beteg szakellátáson dolgozó kollégák. Tehát az együttműködés az megvan, van együttműködés, de ezen a téren biztos, hogy van fejlesztennivaló, tehát hogy a házi orvos kollégákkal a kapcsolat ne adhok és eseti legyen, hanem egy rendszerbe illeszthető folyamatos kooperációt tudjon kialakulni, aminek része a betegek való törődés, a szakmai konzultáció is, tehát hogy ki az a beteg és mikor érdemes tovább küldeni, mi az, ami ellátható alapellátási szinten. Tehát igazából egy folyamatos kapcsolattartást és szakmai konzultációt igényel, amit nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendőkben szeretnénk mélyíteni. Hogy tekint azokra az önkormányzatokra, hiszen a bajcsi működési területén több önkormányzat is jelen van, a konkrét fizikai helyszínt illetően elsősorban persze Kőbánya nyilván, tehát az önkormányzatokra hogy tekint? Hát abszolút partnerre, az első héten én magam jelentkeztem a polgármester uraknál, részben azért, hogy megismerjük egymást. Mondom, a helyzet úgy hozta, hogy ezen a területen dolgoztam, és éppként itt is élek ezen a területen, tehát az ismertség ez ilyen szempontból nem feltétlenül új keletű, de ebbéli minőségemben mindenképpen új keletű, tehát már van olyan kerület, mert ugye két kerület és több agglomerációs település tartozik hozzám, tehát van olyan, akivel már leültem, van, akivel jövő héten fogok, tehát gyakorlatilag folyamatosan egyeztetjük az időpontokat, és mindegyik önkormányzat vezetőjével, polgármesterrel le fogok személyesen is ülni, hogy megbeszéljük, melyek azok az együttműködési pontok. Ugye tekintettel arra, hogy ezekben a részben kerületekben, részben településeken a járóbeteg szakellátás is intézményesítetten is a bajcsi kórházhoz tartozik, ezért az együttműködés itt még szorosabb közöttünk, mint mondjuk egy olyan helyen, ahol a járóbeteg szakellátás az önkormányzathoz tartozik, így ugye mind a 10. kerületben, mind pedig a 17. kerületben maga a szakrendelő az a bajcsi kórház intézménye, tehát mi biztosítjuk tulajdonképpen az úgynevezett szakrendelői járóbeteg szakellátást. Tehát ilyen, ha visszatérve nagyon röviden a kérdésére válaszolva, szoros a kapcsolat, és mivel közös feladataink is vannak, ezért ott is folyamatosan egyeztetve és kommunikálva kívánom én is a betegellátást biztosítani és fenntartani. A közös feladatok között például Kőbányán egész biztos jelen van a parkolási szituáció, amelyet a bajcsi környékén nyilván az önkormányzattal összefogva lehet kezelni. Ha jól tudom, akkor beszélgetésünkhöz képest nem is olyan sokára ebből a szempontból majd lesz egy változás, tehát parkoló átadás, létesítés, szóval ezek gondolom, hogy fontos momentumok. Abszolút, hiszen ma már ugye a betegek nem gyalog érkeznek, hanem autóval, tehát a parkolás valóban egy probléma. Hál' Istennek én már úgy érkeztem ide, hogy ez a fajta egyességek megszülettek, úgyhogy a betegeknek a parkolása az kényelmesen, kulturált módon megoldhatóvá válik, de annyiban vált, hogy már az ügy az elintéződött, de valóban ez hamarosan mindenki számára megnyugtató módon rendeződik. Tehát mi is igyekszünk, illetve az önkormányzat is, hogy az orvoshoz járás az ne frusztrációval járjon, hanem kényelmesen, tehát a teljes folyamat kényelmesen tudjon megtörténni kezdve a parkolástól a betegellátásig bezárólag. Főigazgató úr, ha jól sejtem, akkor már az ön hivatali idejére esett az a periódus, amikor az egészségügyre vonatkozó törvénynek megfelelően az itt dolgozók, az ágazatban dolgozók új szerződéseket írtak alá, vagy adott esetben nem írtak alá a bajcsiban. Ebből a szempontból hogy alakultak a dolgok? A bajcsiban abszolút módon, megnyugtató módon alakultak a dolgok, úgyhogy a kollégák
kollégákkal továbbra is békében együtt dolgozunk. Ez az első hivatali hetemre esett, úgyhogy nagyon örültem is ebből a szempontból, hiszen pont a szolgálati jogviszonynal való szerződés kapcsán sikerült a kórházból nagyon-nagyon sok kollégával közvetlen személyes kapcsolatba is kerülni, és abszolút megnyugtató módon zárult a Bajcsiban, úgyhogy a staff, vagy úgy mondjam, a csapat együtt maradt, és együtt dolgozik tovább. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és reméljük, hogy jön máskor is. Köszönöm szépen a meghívást. Takács István több héten át harcolt a koronavírussal, és érte is harcoltak orvosok, ápolók. A lélegeztetőgépről már nem volt visszaút. A Körösi Kulturális Központ művészi érzékű rajztanári végzettségi munkatársaként sok-sok kiállítás gazdája, sok-sok művész és a közönség kapcsolatának gondozója volt. Már a járvány idején készült az interjú, amellyel fejet hajtva emlékezünk Takira. Most nyílt meg a Természet és Környezet című fotókiállítás, amelyre a kerület diákjainak, középiskolás és általános iskolás diákjai küldhettek be pályázatot. Nagyon sok kép érkezett, körülbelül a kiállított fotók ennek a tizede. Tehát, hogy azért így meg kellett szűrnünk a képeket, mert elképesztő mennyiségű anyag érkezett, és az anyagok között válogatva megpróbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást és a legszebb képeket kiállítani, amelyen a természet és a környezet fogalom megtalálható. Például a Kadás Simon Attilának az egyik fényképe lett az egyik külön díjasunk, ami nagyon szép kompozíciójával vívta ki a zsűri figyelmét. Aztán találhatunk ott egy padon lévő lombokat, ami nagyon eredeti képi megfogalmazása miatt nyerte el a zsűri tetszését. Aztán végigmehetünk a képek során, különleges látásmódot díjazta a zsűri és az egyéni gondolkodást, és azt a látásmódot, amivel kifejezte a diák a környezethez való viszonyát. Külön fölhívom a figyelmet arra, hogy a gyárkémény és a erdő, illetve a fa lombozat hogyan növik egymás túl. Hát ennek van tartalmi háttere is már, és a középiskolások közül pedig figyelmükbe ajánlom ezt a Cseppet, amelyik lett egy díjnyertes, amelyik szintén egyéni megfogalmazásával vívta ki a zsűri figyelmét. Tapasztalt tekintettel végig menve és szemlélődve, milyen újat tud mutatni egy fiatal tekintet? Milyen új dolgokat tud vajon megmutatni, vagy fölhívni a figyelmünket? Az a meghökkentő, hogy ötödikes, hatodikos gyerekek felképesztő képeket csináltak. Tehát ilyen felnőtt fotósokat, zavarba ejtő képeket is találtunk, természetesen sok más ilyen gyakorló kép mellett. És ez nagyon meglepő volt zsűri számára, mert hogy igazából nem gondolta volna az ember, hogy Kőbányán általános iskolások ilyen érett gondolkodással rendelkeznek. Mire számítanak egyébként az ilyen kiállítások nyomán, hogy hogyan tud gazdagodni a kiállítótér? A kiállítótéren túl a látogató tud nagyon, nagyon gazdaggá lenni azáltal, hogy esetleg inspirál gyerekeket, másokat is, hogy figyeljenek a természetre, környezetére, illetve hogy a telefonját vagy a fényképezőgépét olyan egyéni látásmódra használja, ami egyéni hangot ad az ő kifejező erejének. Bízunk benne, hogy továbbra is a gyerekek számára is tavaszra, Szent László napokra tervezett fotókiállítás az megfelelő inspirációt kap innen a itt látható aulában látható képekből. Jó pár hónappal ezelőtt a Sonfa utcai és Makk utcai társasházak lakói összefogtak. A közös képviselőjük megkeresett, és többek között abban is a segítségemet kérte,
hogy találjunk megoldást az évek óta tartó közlekedési és parkolási káoszra. Az önkormányzat elkészítette az ezzel kapcsolatos terveket, amelyeket megmutattunk az itt lakóknak, vagyis házhoz vittük az önkormányzatiságot, kikérve a véleményüket. Örömmel jelenthetem be, hogy március 8-án megindultak a kivitelezési munkák, és a Sonfa utcának a páratlan oldalán az útpatka felhasználásával egy ideiglenes parkolósávot tudtunk létesíteni. Ez közel 30 parkolóhelyet jelent az itt élők számára. Ugye az itt lakók azt jelezték, hogy mivel a Sonfa utca mindkét oldalán ugye lehet parkolni, és a parkolás miatt beszűkül ez az utca, már-már balesetveszélyessé válik az ő mindennapi közlekedésük, így jogos igényük volt, hogy ezen próbáljunk enyhíteni. Attól ideiglenes ez a parkolósáv, hogy most láthatják, hogy a Sonfa utca páratlan oldalán ugye van egy jelenleg még beépítetlen üres telek. Itt a közeljövőben majd egy beruházás indul, és a majdani beruházónak a kötelessége lesz, hogy egy parkolót, egy végleges parkolót kialakítson. Tehát ettől most ideiglenes ez a parkolósáv, de én bízom abban, hogy az itt lakók rendeltetésszerűen fogják használni, és örülnek annak, hogy végre újra párhuzamos közlekedésre alkalmassá tettük ezt az utcát. Azt még szeretném elmondani, hogy megtörtént a műszaki átadás átvétel, a vagyonkezelő kollégái mindent rendben találtak, és a mai nappal átadtuk ezt a parkolósávot. Én nagyon szeretném megköszönni az itt lakóknak a türelmét, még ha ez némi kellemetlenséggel is járt, de megígértük, hogy március végéig megcsináljuk, így bízom benne, hogy azért enyhíteni tudtunk az itt élőknek a parkolási problémáin. Itt a Sonfa közben a lakosság megkeresésére az utcának a jobb használhatósága miatt meg kellett oldanunk a szegélyen kívüli parkolás lehetőségét. A korábbi állapotokban a parkolóautók akadályozták egymást, és esetlegesen a megkülönböztetett járműveknek az elhaladását is, a lakossági bejelentéseket figyelembe véve előkészített az önkormányzata ezt a viszonylag szűk költségvetésű beruházást, ugyanis a jelen beruházásnál a fő akadály az volt, hogy figyelembe kellett venni, hogy a szomszédos területen egy építési terület van, aminek a beépítése várható, és annak majd kötelezettsége is lesz kiépíteni szilárd burkolattal ezt a parkolót, de addig, hogy segítsük ezen az átmeneti időszakban is az utcán közlekedőket és a komfortfokozatát, vagy a szolgáltatási szintjét az útnak emeljük, és a megkülönböztetett járműveknek a megközelítése biztonságosabban történjen. Ezért adtuk ezt a lehetőséget, ez egy martaszfaltos kialakítású parkolósáv, olyan 170 méter hosszú, figyelembe véve a kandellábereket és egyebeket, azok olyan 31 néhány autónak a megállását teszik lehetővé, biztonságosan az útpályán kívül, és így az útpályán jelenleg egy párhuzamos sávban parkolhatunk mellett két személyautó elfér, illetve elfér a megkülönböztetett jármű is. Amikor a építés történik az ingatlanon belül, akkor sajnos valahol meg fogják támadni ezt a építési forgalommal ezt a parkolósávot, amit jelenleg ugye nem tudunk még, így ez egy olyan minimális műszaki tartalom, ami biztonságos és használható, de ha az építés során sérülni fog, akkor idézőjelben nem kár érte, vagy legalábbis könnyen helyreállíthatóvá válik. Ha akkor lesz rendes parkoló, hogyha eldől a szomszéd terület sorsa, esetleg már tudjuk, hogy hol lesznek a kibehajtók ott és az építési forgalom bejáratai, amik terhelni fogják ezt a személyautóparkot, ami ugye személyautókra van méretezve, nem építési forgalomra, tehát ezért van ez a kialakítás. Eléggé nagy részét kiteszi a munkánknak, hogy a lakossági bejelentésekre reagáljunk. Sok esetben van az, hogy a bejelentések a szabályszegő közlekedőknek a magatartására vonatkoznak. Ahol meg lehet oldani, vagy tudunk építési beruházással segíteni, akkor ezzel segítünk, de hát nyilván az elsődleges az lenne, hogy a közlekedés szabályainak be kell tartani.
Közeledik a húsvét, és ahogy minden évben ilyenkor lenni szokott, a sonkák már készülőben vannak az Ila étterem hagyományai szerint. Az étterem vezetése, a gasztronómiai rajongás, a vendéglátás az Ila családon belül generációról generációra öröklődik, ahogy a kikísérletezett receptek és szokások is. Az édesapám az vezette így be ezt a sonka, húsvéti sonka vását, vagy nem is tudom, hogy mondjuk, és hát körülbelül olyan 10-15 éve ez minden évben alkalom, és akkor a törzs vendégek akarata végül is, mert a nagyapám az Szentes volt, és akkor innen ragadt ránk, hogy azért csináltunk időnként sonkát, és akkor megkóstoltattuk a törzs vendégekkel, ez milyen jó, ez finom, ez jó, és akkor csináltunk, és akkor kialakult egy ilyen törzsvásárlói réteg erre is. A hagyományos paraszti családoknál a téli disznóvágásokkor készült a sonka, majd szokásosan a kora tavaszi böjt időszakában volt a füstölés, érlelés alatt. A disznóvágások mindig ezek karácsony előtt datálódtak, ugye? Mert akkor ugye karácsonyra volt, és akkor ugye lesózták a sonkákat, vagy az olyan húsréseket, szalonnákat, amiket ugye tavasszal használtak föl, és akkor azok most készültek el. Szóval végül is most ez a régi világban, úgy, a hagyományos világban úgy történt, hogy ugye megtörténtek a disznóvágások, akkor abból csináltak hurkát, kolbász, stb., akkor azt azért fogyasztották, és akkor amikor a bőti időszak volt, akkor a sózásba álltak a füstölt húsra valók. Na most, és akkor ilyenkor már tavasz elején, ugye kivették a sóból, belerakták pászlébe, akkor utána a pászléből kivették, ugye megfüstölték, és hagyták szikkadni. Végül is ez húsvétra ért be úgy nekik, a sonka, hogy akkor lehetett fogyasztani. A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk a húsvét, amely a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának napja, egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. A húsvét, mint a neve is mutatja, a hosszú bőjt utáni első alkalom, amikor az emberek húst vettek magukhoz. Le kell sózni, akkor a sóba áll olyan 6-8 hétig, utána a pászléba áll 4-5 hétig, és aztán a füstölő. Hát a füstölő, az a tavalyi berendezés, az mondjuk az egy komolyabb berendezés, az kell hozzá, meg az adja meg a legvégén ugye a zamatát, ízét, stb. Egy ilyen technológia van, ami erre ki lett építve itt az évek alatt, meg ki lett próbálva, és akkor azt próbáljuk mindig finomítani, hogy meg azon nem akarunk annyira változtatni, végülis a páclevet, hogy hogy lehet ízesíteni. Hát itt végülis az idő az adja meg a sonkának a mi voltát, mert ugye minél tovább van a sópászban, annál jobban kiszívja a nedvességet, annál az olyan hús puhább lesz, de hát azért az se olyan sokáig van benne. Szóval végül is itt az idő az, amit nem gyors párcolt, meg semmilyen adalékanyag nincs hozzá, mint a nagy üzemekben, hanem ez ilyen kisipari, ilyen családias, ilyen házias jellegű, inkább így mondanám. Éttermi látogatásom során közelebbről szemügyre vehettem, hogy a kötözött sonkába az állat mely része kerül. Kötözött sonkát általában lapockából csinálják úgy, hogy kiszedik belőle ezeket a csontokat, a csülköt leveszik. Ugye ez a felső része a csülkös. A magyar ember azt szereti a legjobban, mert az a legszaftosabb, és ott olyan inak vannak benne, hogy a hús is ott a legpuhább. Ugye a combnál azért szárazabb húsrészek vannak benne. És általában ezt szokták összekötözni. Nem csak a sonka mögött van gondolat. A tojás a termékenységet, a családi összetartozás szimbolizálja. A hagyomány szerint a családnak a tojást együtt kellett elfogyasztani a húsvéti asztalnál, hogy mindig visszataláljanak egymáshoz. Ez szép gondolat, amit érdemes őrizni. Márciusban fokozottan ellenőrizték a passzív biztonsági eszközök használatát az utakon. Elsősorban a biztonsági öv, a gyerekülés és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát. Ezért ellátogattam a Dekmár autósiskola vezetőjéhez, Dekmár Tamáshoz, aki oktatóként minden nap felhívja a figyelmet a biztonsági eszközök helyes alkalmazására. Szerencsére a biztonsági öveket most már egyre többen bekötik, és nem azért, mert olyan szorgalmasak az emberek, hanem azért, mert csipog benne a műszerfal, és elég zavaró, úgyhogy inkább kösse be magát mindenki. Nem úgy kell bekötni magunkat, hogy laza legyen az öv, hanem elég feszes legyen, tehát azért hirtelen fékezésnél fogjon a biztonsági öv, ez a lényege. A minél több ponton áll rögzített a biztonsági öv, annál biztonságosabb, ugye ezért van az, hogy a gyereküléseket is általában olyan 4 ponton szokták rögzíteni. A autókban is most már, ugye régen volt ez a 2 ponton köthető biztonsági öv, most ezek is 3 ponton rögzített biztonsági övek.
Megtudtam, hogy a Dekmár Autós Iskola családi vállalkozásból indult, és évtizedek óta működik Kőbányán. Hát itt a rendszerváltáskor édesapám 1992-ben létrehozta ezt az autós iskolát. Itt a szomszéd lépcsőházban laknak, és ott csinálták a nappaliba, néve reggel fölkeltek, elpakoltak, és jöttek a tanulók tanfolyamot tartani, utána fölmentek a 10-en egy külön önálló bérleménybe, és 95-6 óta van ez az autós iskola. Az iskola egy 4 szobás lakásból lett kialakítva, ahol motor és személygépkocsi vezetését sajátíthatják el a tanulók. Az iskola a B-kategóriás jogosítvány megszerzését biztosítja mozgássérültek számára is, akiknek speciálisan felszerelt autóra van szükségük a tanuláshoz. Mi vagyunk az országban az egyetlen olyan, aki mozgássérültekkel foglalkozik. Ezzel egy autón ki van alakítva kézigáz, kézifék, tehát úgy, hogy kézzel kell mindent irányítani, illetve volt már olyan tanulónk, akinek keze se volt, csak a lábával dolgozott, és úgy szerezte meg a jogosítványt. Egyébként ez úgy működik, hogy orvosi bizottság megmondja, hogy miket kell beszerelni az autóba, mi alapján kell megtanítani őket vezetni, és ez alapján nekünk ez az autó föl van szerelve, ezeket használjuk, tehát így tanítjuk őket. Honnan az érdeklődés? Vajon a szülők után került a staféta Tamáshoz? Lényegében én másik maszek világba kezdtem el dolgozni, én közérteztem, és ott értek előnyök is, hátrányok is, úgyhogy mondták, nem lehetett szabadságra menni, mert ugye közértet nem lehet bezárni, és akkor mondták, hogy hát jöjjek el oktatni, itt a tanuló azért egy hetet tud várni, el lehet menni nyaralni, úgyhogy így kerültem bele az oktatásba. És mi az, ami még itt tartotta ezen a pályán? Az a nyaralás, az mindig jó szempont az embernek, mert tényleg lehetetlenség, de ezen kívül gondolom azért még van, ami a kitartást erősíti. Hát emberekkel szerettem foglalkozni, a közért alatt is. Itt annyiból másabb, hogy itt csak egy emberrel kell foglalkozni, mindig aki ott ül benne az autóba. Meg lehet ismerni embereket, sokféle ember van, ugye, higgadtabb, akkor temperamentumosabb, hát őket kezelni kell tudni, ez azért érdekes tud lenni. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen azt a folyamatot végigkísérni, amikor egy újonc sofőr tétován teszi meg első métereit, majd az oktatás végén maga biztosan sikeres vizsgát tesz. Hát ez sikerélmény, igen. Az a baj, hogy legtöbben otthon kezdenek el tanulni, és ugye beül melléjük apuka, aki kicsit félti az autóját, meg aki ott nincs pedál, és egyből kiabál az illetővel, akár feleség, akár gyerek, mert ő megteheti, és akkor eljön izgulva, hogy hú, hát ő béna volt, meg lefulladt mindig, úgyhogy mi ezen tudunk segíteni, hogy a fokozatosság elvét betartjuk. Amíg a járványhelyzet korlátozásai érvényben vannak, nem lesz egyel se több tanulóvezető az utakon, hiszen a vizsgáztatás is szünetel. Tavaly 2 hónapot álltunk le. Mindig határozatlan ideig mondják, mert nem tudják, hogy meddig tart az egész. Ugye idén most álltunk le március 7-ével. Annyi, hogy online megy a beiratkozás, tehát minden internet alapon, tehát az irodában nem jöhet be senki. Most is lezártuk az irodát. Tantermi képzés az nincs. Egyébként amikor működött a tantermi képzés a két hullám között, akkor is csökkentett létszámba mentek, tehát itt meg kellett tartani a 1,5-2 méter távolságot. Tehát eddig ez a tanterem 20 főre van engedélyezve, 10 főnél több nem ülhetett benne a tanterembe. A távoktatás az működik, tehát úgy kapják az anyagot a tanulók, hogy ők jelzik e-mailen, befizetik a számlára a pénzt, jelzik e-mailen, hogy befizették, tehát küldenek egy bizonylatra egy másolatot, és akkor mi 24 órán belül küldjük nekik az anyagot, a linket, és ők ezt otthon csinálgathatják. Viszont vizsga nincsen. Tehát az is nem tudom meddig, határozatlan ideig le van tiltva a vizsga. Amikor a közlekedési hatóság úgy dönt, akkor lehet vizsgára jelenteni a tanulókat. Tehát lehet, hogy eléggé föl lesznek halmozó a vizsgák is, tehát nehezebben kapnak időpontot. A felhalmozott vizsgákhoz említette, hogy kevés az oktató. Ez minek az oka?
Sokszor volt, hogy nem volt megfelelő oktatóképzés, most is körülbelül 3 éve nincs képzés. Tehát akik 3 éve végeztek, nem tudom hány fél volt, mert adatokat sajnos nem tudok mondani, annyit tudok, hogy most olyan 3500-4000 oktatójelölt vár arra, hogy elvégezze az iskolát. Most ebből a 3500-4000 főből jó, ha 500 fog oktatni, ugyanis van, akinek nem lesz pénze rá, mert nem olcsó, tehát úgy tudom, egy olyan 1 millió körül van egy ilyen tanfolyam, akkor van, aki nem tudja elkezdeni, a felvételi vizsgán nem felel meg, van, aki közben bukik ki, illetve van, aki a végén az ára vizsgán bukik meg, illetve ha elkezd oktatni, az se biztos, hogy fogja csinálni. Nálunk is van olyan oktató, aki elkezdte, és neki ez nagyon stresszes volt, és visszament az eredeti munkáját végezni, mert azt mondta, hogy ezt úgy tudta, úgy gondolta, hogy ez könnyebb lesz. Hát itt inkább az oktatók többsége úgy hal meg, hogy pszichésen nem bírja, és ráborul a műszerfalra. A motorosokról kérdeztem Tamást, főleg a női szakasz érdekelt. Most változtatták, nehezebb lett. Sokszor még az oktató se tudja megcsinálni, tehát éppen ezért külön képzés van nekünk is, hogy el tudjuk sajátítani. Illetve hát a 60 kilós lányok nem fogják tudni megcsinálni. Tehát eddig voltak olyan lányok, akik ültek hátul a barátjuk mögött, és akkor hú, milyen jó a motorozás, akkor elmegyünk, mi is megszerzünk nagy motorra. Most egy ilyen nagy motorképzésnél feltétel, hogy legalább 100 lóerős legyen a motor, tehát, illetve hát ugye egy 100 lóerős motor pedig nem könnyű. Na most nem az a baj, hogy nem indul el vele, hanem az, hogy utána, amikor meg kell állni, akkor nem tudja megtartani a motort. És hát erőlködnek a lányok, erőlködnek, de sokszor van úgy, hogy leesnek a motorról. Most ezt még nehezebbé tették, tehát hogy inkább kisebb motoron próbálkozzanak, és azt bőven meg tudják csinálni, egy könnyebb motoron, egy 125 köbcentisen, illetve 250 köbcentisen, azzal meg tudják csinálni, motorozzanak 1-2 évet, és ha nagyon megy a motorozás, megszerették, akkor mehetnek a nagyobb motorra. 3 fővel lehet dolgozni a rutinpályán, forgalomban megvan a rutinvizsgájuk, akkor forgalomban csak 2 fővel lehet kimenni egyszerre. Hát ez elég veszélyes, mert szorosan rá kell tapadni az autó, valaki kíséri mögöttük az autót, a motorosokra, tehát célszerű úgy kialakítani, hogy egy ügyes motoros egy gyengébbel. És akkor az ügyes motoros megy elő, utána a gyengébb motoros, és akkor így utána cserélnek majd természetesen. Milyen így bejönni az üres tanterembe mindig, az üres épületbe? Mit vár a legjobban, hogy vége legyen ennek? Mi az, ami ugye a szem előtt lebeg, hogy ez már jó lenne? Hát én azt várom, hogy a maszkot le kelljen venni, akkor jöjjenek a tanulók, mindenki tudjon elmenni kávézni egyet, el tudjon menni moziba, színházba, ne csak így kimegyünk, és akkor sétálunk egyet, aztán gyorsan hazamegyünk 8 órára, újra induljon meg az élet. Tamás kihangsúlyozta, hogy 6-8 oktató még igazán lehetne a csapatban, de azért a jelenlegi létszámmal is jó eredményt hoznak, hiszen az iskolából évi szinten 1500-2000 tanuló távozik, a jogosítvány nyújtotta a szabadság érzésével.